mielőtt rátérnénk a tárgyra, srácok, kérdezzünk le pár autót. Mivel egy Nissan Silvia lesz az alany, más néven SX, így úgy gondoltam, hogy SX-eket nézzük meg használt autón. Ez az egy piros van fent, ami lekérdezhető. Elméletileg kilométer-óra tekert, és balesete is volt. Annyit látunk, hogy itt szépen megy. Lemegy elméletileg 190 ezerre, és utána vissza 225-re. Ezt mindjárt megnézzük képek alapján, hogy alátámasztható-e. Sérülés pedig egy 9500 ezerig terjedő becsült költség. Ez nagyon minimálisnak tekinthető. Itt van a 2017-es vizsgakép, amikor 216 ezer volt az autóban, tehát igazából ez valami elírás lesz. Gyanítom, hogy egyébként első lökhárító újrafényezés lehetett ez a baleset, mert például ezen a képen látszik is, hogy mintha más színű lenne az első lökös. És ez maga a hirdetésnek a leírása, ami egyébként szerintem teljesen korrekt, mert leírja a hibáját is. Igazából ez a hirdetés, és itt van hozzá a leírás. Ez is egyébként teljesen korrekt leírásnak tűnik. Nincs tele helyesírási hibákkal, meg össze-vissza mondatokkal, stb., mert szerintem az is lényeges egy hirdetésnél, sokat elárulhat. A Car Vertica viszont kilométer-óra állástekerést ír, semmi mást egyébként nem írt, baleset elmények nem volt, lopás, taxi, stb. Sem volt. Eladásra kínálták 19-12-óban, és itt megy egy picit elvileg le, aztán vissza, és megint le. Konkrétan az autónak 2009-ben még A-s rendszáma volt. 2010-ben kapta meg az EU-s rendszámot. Egyébként végignézve a képeket a kilométer-óra állásról, annyit jegyeznék meg, hogy 2015-től 284.701 kilométer van az autóba, a 2020-as vizsgánál is pontosan ugyanennyi a kilométer-óra állás, vagy nem működik a kilométer-óra, ahogy például a videó alanyunknak sem működik, és 2014 óta ugyanannyi a kilométer benne. Ha te is leszeretnél kérdezni egy autót, akkor kattints a leírásban található linkre. Mi ez itt, srácok? Sziasztok! Mit fogunk vele csinálni? Mi lesz a terv? 100-200-at mérünk. Az igen, kivisszük. 0-100-at nem mérünk, mert kiméljük az autót. Mert miért? A váltó nem bírja. Miért? Hát mert egy RB20-as váltó van rajta. Várjál, nagyobb motorhoz. Mi ez az autó? Ez egy 1995-ös S14 200SX. Más néven Silvia, bár Európában nem hívták Silviának ezt, csak Japánban, de Silvia. És ő még a facelift előtti, viszont a faceliftesnek az elején van. Alapból egy Zenki volt, de most már az eleje kóki, a hátulja, ez még mindig Zenki. Ami igazából egy lámpát takar, hogy Zenki lámpában menne. Várjál, nézzük, hogy ez mi az. Ja, mert a másikban ilyen izé szögletesen vannak elválasztva a végig kb. Igen, meg ilyen fehér, szürke, piros, és végig vannak ilyen csíkok rajta keresztbe. Aha. 4-5 csík. De majd akarok olyan lámpa. Elvileg volt is ebben már olyan lámpa, csak még egy előző tulaj ezt kérte hozzá inkább, mert a másikban volt repedve. Ja. Koronavírus, meg a nap nehogy a szemébe susson a sofőrnek, mindenne fel van vértezve. Én védekezek, ha már Bence nem védekezik, ugye bár. Tehát, ki az a Bence? Taxisofőrök nem foglalkoznak ilyennel. Ja, de és amúgy mit kell róla tudni ilyen alap okosságokkal? Mert azt látom, hogy ilyen felni, olyan kipufogó. A felni az igazából egy előző autómról maradt, megmaradjunk ennyibe. Tehát ez egy ideiglenes felnéz rajta, csak mert a gyári kis 16-os Nissan kerekekkel hoztam el, aztán ezzel egy fokkal azért jobb. A gumikról meg ne beszéljünk, elő egy slip van rajta, hátul meg egy... Hátul is slip. Hát már teljes félig. Folyamatban van a slip gyártással. Azaz teljesítmény, meg ilyenek. Hát erről van egy mérési papír is, amit most nem tudok megmutatni, mert a telefonom van valahol. 485 egész valahány lóerő. Padon mérve, ugye papírral igazolva, kétféle programmal, illetve nem is program, mert nem program, igazából csak kétféle nyomással megy, mondjuk úgy, mert semmi más nem változik, csak a nyomás. És a 485 lóerős verzióba tölt 1,4 bárt, a kisebbik programon meg 1 bárt. Viszont a leömlő az még egyébként még mindig kifúj, már nem annyira, de sajnos az előző tulaj nem egy megfelelő leömlőt választott rá, úgyhogy ez kifújt 500 helyen körülbelül. Most már csak 499. Igen, most meg lett hegezgetve egy barátom által ideiglenesen, mert nyár végén majd kap egy másik leömlőt. Még mindig egy kicsit kifúj, tehát azért
egy ilyen 0,1 bárt veszít mind a két programon a töltés. Tehát kis programon így most 0,9-et tölt egy helyet. De ahhoz képest, amilyen akkor volt, amikor elhoztam, ahhoz képest jó, már olyan hangja volt, mint a csapágyos lenne, úgy kifújt. Ciripelt. Sőt, egy ember ezért nem vette meg, mert hogy szerint a csapágyos a hangja alapján. Nem, de te merész voltál, és oda mentél, át, figyelj. Én tudom, milyen, ha csapágyos egy autó. Ja. Igen, azt tudjuk, azt tudjuk. Igen. Hát honnan tudnál, nem is ismersz. És hál' Istennek semmi baja nincs a motorjának. Csak ennyi volt a probléma, hogy kifújt a leömlő. Tehát azt majd cserélni kell. Hajtásról még annyit, hogy az S15 Silviának van benne a torzenje. Ami sper, de... Foglalkozni kéne vele. Egyes. Mert valószínűleg már évek óta még csak olaj sem volt benne cserélve, úgyhogy az is most nyár végén le lesz szedve, át lesz nézve, hogy milyen helyzet van, és hogyha nincsen baja meg ilyesmi, akkor kap egy előfeszítőt, mert amúgy jó. Ugye gyárilag ezekben viszkós diffi van, VLSD. Ez viszont nem a legjobb. Ez egy fokkal jobb, úgyhogy ez, hogyha elő van feszítve, meg van csinálva faszán, akkor ez jó tud lenni. Fék? Ez... Fék az egy érdekes dolog, abból is ez is kapni fog majd egy LBC-szettet, előre hátra tárcsát, betétet. Most egy betétet vettem bele, mert az már... És miért amúgy? Várják. Na várok. Textárt egyébként, de ez is olyan, hogy ideiglenes, mert télen fogja megkapni az LBC-t. De nem tudta az előző tulajok közül egyik se, hogy milyen fék van rajta, mert elfelejtették. Az egyik tulaj annyit mondott, hogy ő úgy emlékszik, hogy Skyline. Fék van rajta, de az egy elég tág fogalom. Szóval kivettem a fékbetétet, méret alapján megnéztük, és igazából, ha jól emlékszem, akkor végül 300 ZX Twin Turbo-nak a féke. De egyébként elvileg R33 GTS-re is ezt hozta ki, gyakorlatilag ugye Bobónak van egy R33 GTS-re, amin láthatóan kisebb fék van. Szóval, de a 300 ZX jelenleg jól lett. De egyébként egy csomó Subaru is GC8, DRX-en, meg ST volt, azt hiszem az a méret, még azt hozta ki a Urix-nek a rendszere. És LBC-ből mit akarsz, vagy mit fogsz? Hát ez meg egy jó kérdés, mert csöves munkás autó. Csöves munkás autó. Egyébként egy fógyári. Hát te mi az a tükör? Az nem mond, hogy gyári. Nem, az rá van rakva kívülről, mert elmondom nektek, ez meg egy fontos információ, hogy akitől én vettem, az előtti tulaj, az egy 67 éves bácsi volt. Ezzel a setup-pal. Aldiba járt hétvégén, te meg a sembe. Nagy programon kérdezted? Nem tudom. De volt előtte Sierra Cosworth-ja, GC8 STI-je, Udi Sport Quattro-ja, Audi S2 replikája, meg ilyenek. Szóval... Csak azt hiszem valami van a lábával, vagy mi, vagy kezével, és azért adta el végül az autót. És hogy rajta hagytad amúgy? Mert nagyon hülyén néz ki. Rájött. Bejött. Nagyon hülyén néz ki, viszont nagyon jó. A jövő hetet is látod benne. De tényleg. Tehát az előző településre még vissza lehet venni. Úgyhogy igazából ezért hagytam benne a metet. A mandulámat szoktam ebben megnézni, mert lelátok vele ott. Mondjuk azt már kivették, de még így is látom. Egyébként egy fógyári belső van. A változtatás most hiányzik, mert szét volt már esve a bőr rajta. Kiszedtem, viszont össze is volt törve a... Van egy ilyen műanyag szal, amire ráül a váltószoknyi, és ott van ment ennek a konzolnak az alján. Az jó, már el jó, volt törve, jó, és úgy volt beerőszakolva oda. Fullos. Aztán, úgyhogy most egy olyan műanyagot szereznem kell valahonnan. Biztos könnyű lesz egy S14-hez ilyet szerezni. eBay. Valószínűleg az lesz, igen. 2000. Ez de kemény. Igen. Ez amúgy egy jó. Igen. Ez tetszik. De nagyon durva. Folytatódik a műszerfal rajta. Szóval még egy 2012-es, nem tudom minek. Most én dzsúkot mondok, mert nővérem dzsúkjában ugyanilyen fejegység van. Ez annak a fejegysége, van navi, minden. Gyári Nissan. Hibátlan. Hol a kis program, nagy program váltó kapcsoló? Hát ez el van rejtve. Titkos. Ott az a ködlámpa kapcsoló. Az most kicsi van, és úgy van, hogy én ott kell szemben. Ja, ha nem látsz, akkor... Föl kell kapcsolni a Igen. Még gyári, azzal kívülről is, belülről is. Miért akarsz vele bármit amúgy a belsével? Hát most ülést szeretnék majd bele. Nyilván valamit, ami jobban tart, valami
rekkárót esetleg. Igen, mert amúgy nagy, beleültem és nagyon ez a, ez a Suzuki is nagypapás, nem? Ne, a nem amúgy kényelmes. Kényelmes? Kicsit ilyen foteles. Azért, az. Kényelmes, de egyébként annyira nem rossz, mert voltam kint vele tökölön, és nem esek ki azért belőle, de... De, na, de elfáradok azért a már a kapaszkodó feeling, feeling miatt is azért illik bele. Jó. Egy rekkáró legalább, vagy valami. És mit tud a motortere? És ezt megmutatom, de nem szép. Eltört a párnak a karterrel szűröm, és ezt ki kéne cserélni, úgyhogy ezt ne nézzétek meg. Tíj, de színes minden. Erről az itt. Igen. Itt még látszanak a nyomai annak, hogy kifújt a leömlő. Nagyon. Ezért majdnem az összes illesztésnél kifújt, mindegyiknél volt egy repedés. A leömlő tömítésnél, ugye, vagy kipufogós tömítésnél pontosabban, ott pedig a 6 hengerből 3-nál. Azért volt ilyen ciripedő hangja, ami hasonlított arra, mint a csapágyos hangja. Uh-huh. Mondom, egy nagyobb intercooler, vagy egy vízhűtő, olajhűtő ugye. Minden hűtő van benne. Hatalmas coolerek. Gered GT35 van rajta. Az is. Hát ez felújítós lesz az is majd télen. Nincs igazából úgy baj, de azért már van minimális lógása. Egy RB25 DET motor van benne. 6 henger turbo. DET. Így van. Rams motor vezérlő van benne. Kulin papa programozta. És kilométer órád nincs. Ez nincs, igen. Fordulatszám meg ilyenek vannak, de kilométer óra az nem működik még egyelőre. Az a üzemanyag szintjelző is ilyen. Az publikus, hogy emiatt 2014 óta ugyanaz a, ugyanaz a kilométer óra nem változik, majd hogyha már jó lesz, akkor előre tekerem. Ja. Valamennyire. Ilyen hasra ütsz és figyeljetek, mondjuk 50 ezre tekerjetek be. Igen. Igen, mindenki visszafele tekergeti a kilométert, előre. Mit akartam? Igen, szóval az nem jó. Üzemanyag szintjelző és olyan, hogy... Fiam, mennyit teszik? Működik. Hát ezért nem tudom. Egyrészt, mert nem működik számolod a kilométer óra, tehát a napi számláló sem működik, tehát nem tudom számolni, hány kilométer óra. Ja, baszki, amúgy tényleg. Másrészt az üzemanyag szintjelző is úgy mutat, hogy néha lemegy, néha felmegy, de sokat valószínűleg. És 20 alatt nem valószínű. És... Max nagyon tojás éjjel a... Durok csattak, mindent csinál. Hát annyira nem. Nem. Visszafogott, mert a 67 éves bácsié volt, ugye, de... De majd vannak fel a tervek, mert a motor belső az félig meddig gyári, azt majd levent a barátommal szét fogjuk szedni télen, vagy jövő év elején. Stop kovácsolt belsőt, mindent hajtunkat, stb. És akkor lesz egy állesz ráírva. Ezzel le is lőtted a point, hogy az nincs benne. Az nincs benne. Ez igazából funkcionalitás szempontjából is jó, mert ugye így, hogy rajta van egy ekkora turbó, így van egy akkora turbójuk, hogy... Van vészgéted is, nem? Van. Jó, ott. Aha, amúgy ott. Szóval igen, igazából ezért kell az állás, hogy... Tudom, hogy a driftre szeretnék vele járni, meg már voltam is vele edzésen, és... Azért alulról is valamit kezdjen magával, mert így... Honnan indul meg? Hát a maximális töltőnyomást azt ilyen 5200-nál adja le, azt hiszem. És mennyit forog? 7400 valamennyit. Az még mondjuk tűrhető, késődél akkor még valami... Akkor, ugye ezt szokták mondani. Igen. De az még legalább nem az, hogy 6500-nél tűrt, aztán 5200-nél tölt be, és akkor... Hát így se, de hát ez a nagy turbo átka. Ja. Na most például a driften úgyis ott vagy 5000 felett folyamatosan szinte, ha meg nem, akkor rárucod a kukunkra. Igen. De nyilván egy ALS-szel az jobb lenne, csak nyilván ahhoz módosítani kell sok mindent, hogy bírja. Mi a tip 100-200-ra? Kis programon, nagy programon? Nem tudom, mert sosem értem 100-200-at egyik autómmal sem. Köbö! Azért valami elképzelésed csak van. Hát a 10 másodperc közelébe szeretnék lenni. Most nyilván kifúj a leömlő, kevesebb, nem tudom. 10 másodperc közelébe szeretnék lenni. Nem leszek szomorú, hogyha 10 felett lesz ilyen 11 másodperc, én már annak is örülnék. Ja. Ha alatta, akkor meg nagyon örülünk. Na, hát figyelj, akkor először meghallgatjuk, és akkor kivisszük Németországba, megnézzük. Aha, hogy... gyorsan. Jó van. Hát.
Kurvákat lángol, hallod? Hogy micsoda? Rajtfogam van bevezet. Mutassak azokat a cseleket ott. Van. Az a baj, hogy zuhanyomás mérőmet is meg kell majd nézni. Jövő héten megyek a Debihez. Ez amúgy itt nagyon menő. Ez néha működik, néha nem. Van egy túlvanyomás mérő, egy zuhanyomás mérő, vízhőfok mérő, egy zuhany, EGT, beszívott levegő, minden. Az EGT amúgy elég érdekesen. Elég durván 700-200. De néha ilyenkor... És ezt ér, aztán megint. De néha mondom, hogyha forgatom az iszőfokat, akkor csomósz a helyről, mint a 3-4 fokig. Ez érdekes. Mert kezdve nem csinálja, csak sírra váltunk. Kimegyünk tőle a körforgalom, és akkor ott elvileg az új fasza. Tehát az M6-ra. Ja. Nem volna fiasat. Nagyon jó. Nagyon szeretem a bicikliseket egyébként, nem tudom, azt mondtam annak. Nem, eddig nem. De is szeretem őket, amúgy? Aha, ja, a kedvenceim. Nyári futómű is van még benne egyelőre. Most majd jó áron, majdnem, hogy félig meddig ajándékban ismerősem által Max Speeding Rocs lett benne. Kipróbáljuk, hogy milyen. Mert olyan áron lesz, hogy igazából majdnem, hogy ingyen. Jaj, ja. Szóval úgy voltam vele, hogy annyira kipróbálom. Bobónak az van a Skyline-ben, és amúgy jó. Igen? Kemény nagyon, mondjuk még nem is állgatta annyira be. Mentél egy mérföldet 130 másodperc alatt? Gyors autó. Gyors kocsi. Jó. Ennyi. Azt mondtam még majd, hogy hanyadikban lesz a megfelelő. Az a baj, hogy a áttétel is nagyon hosszú. Vagyis ilyen fura. Hát figyelj, nézd majd meg, hogy ilyen 80 környékén hogy van, aztán most ez hármas. De rendőr áll mögöttünk a találóba, mert napszöveg nem látom. Lehet, hogy... Úristen, ember! És ez kis probi. Ja. Jézusom! Egy síkabb terep. Egyébként ez így 15.09. Igen, és szarul is kezdtem el, mert igen. Alul volt még a fordulat, nagyon meg emlékeztem, és tudtam ezt, hogy kapja, mert jól. Ilyet nem is szoktak, hogy visszalassulnak, csak így simán nem, megugrik. Mert beesik pont túl, hogy azért alá, és még pont egy kicsit kell visszatölteni. Egyébként majdnem ugyanúgy, egy picit nem annyira meredek, de elég erősen húzik. Jaj! És nyilván gáz nyomott a faszok. Persze! Ráadásul így...
azért nem semmi, hogy nullával így repeszt. Igen. Üresben nullával. 160 bocsánat, 170 környékén váltod, és leesel 165-re durván. Tehát egy 5-öt esel, és akkor onnan... Meg nem, meg amúgy... Igen, az egy fél másodperc. Nem is váltok úgy, mint az EU-val, mert féltem a váltót. Mert az a baj, hogyha rá van éreztve ez a nyomaték, meg ez a lóerő, és ott mellé van. Ja, de hát nem akkor baj. az fáj. Vágod azt a srácot, akinek volt egy evúja és eladta? Szerinted az nem bánta meg? Á, nem is nagyon jó. És mennyivel megy? 90. Húzik! Mit jönnek ki? Nyilván megyek. 96. Igazából nagyjából ezt vártam, így elsőre. Nyilván ugye még kifúj a kipufogó, ott egy kicsi nyomás azért vesztek. Plusz a váltó, ami hát az áttételezése az igazi, mert nagyon sokat ejt, meg nem is merek gyorsan váltani, mert ugye már sír is a váltó, meg minden, aztán nem akarom, hogy szétfújjon, úgyhogy tavasszal újra remérjük, amikor megkapja a másik váltót, meg lesz az új leömlő. Alapból jobb leömlő is lesz rajta, úgyhogy ez hozni is fog rajta egy kicsit egyébként szerintem. Valós slick. Aztán megbeszélsz. Mi? Valós slick az lesz. Hát hátul nem hiszem. Gondoltam, hogy teszel fel egy slicket, csak mit tudom én, akkor 0% is, ha már bírja, meg mit tudom én. Hát mondjuk arra lehet, nem tudom, meglátjuk. Minden esetre tavasszal az a cél, hogy 10 alá lemenjen. Na. Lássuk. Illetve, hogyha addig meg lesz csinálva egyébként a kovácsolt belső, meg ilyenek, akkor, hát akkor mondjuk biztos. De hogyha csak a leömlő, meg a váltó, akkor... De szerintem akkor is meg lesz. Én de miért azt kovácsolt érzem, hogy belsővel miért? Fölvinnétek mondjuk 2 bárra, vagy mi? Hát azért annyira nem. 1-8, 1-6. 1-8 környékére, 1-7, 1-8. Hát, hogy ott 500 ló felett lenne akkor már. De hogyha nem, és csak a leömlő lesz megcsinálva, meg ilyenek, akkor szerintem amúgy, nem tudom, én azt érzem, hogy meg lenne a 10 alatt. Ilyen 9 teteje, 9 közepe. Benne van. Úgyhogy igen, de amúgy meg vagyok vele elégedve abszolút. Szerintem az ilyen 10 másodperc körül idő az jó, már jó. Persze. Eddig vezeted a 100-200-os listát. Jó, de nem is sokat mértél. Hát nem, valóban nem. De eddig vezeted. Te is vezetted a 0-100-at a Prius-szel egy ideig. Ez így van. Na, de... Na, jó van. Hoztam, amit vártam, úgyhogy... Zsír. Zsír. Ennyi. Sziasztok. Vizslát.